Az állatvédelem helyzetének a javításáról, az állatkínzás elleni fellépés összehangoltá, hatékonyabbá tételéről szól az az együttműködési megállapodás, melyet szerda délután írtak alá Békés Csabán. Az esemény során külön hangsúlyt kaptak a négylábú házi kedvencek, hiszen a legtöbb szörnyű történet őket érinti. Hangsúlyozták, hogy csak az fogadjon örökbe vagy vigyen haza kutyát, aki kellően átgondolta, hogy képes akár 15 évig is gondoskodni róla. A tél beálltával a kint tartott állatokra is felszeretnék hívni a figyelmet. Fontos, hogy számukra megfelelő, meleg helyiség legyen kialakítva. Ez nagyon várt volt itt Békés megyében. Ugye viharsarokról lévén szó, az állattartásban is elég viharsarki állapotok uralkodnak. Mi a Viharsarki Állatőrség Alapítvány szinten napi szinten járunk különféle ellenőrzésekre, amit lakosságtól kapunk. Hát azt lehet mondani, hogy a kisebb településeken katasztrofális, főleg a kettelésből tartott állatoknak a tartása. A megállapodást követően a Békés megyei kormányhivatal a bűncselekmények gyanúja vagy állat életét közvetlenül veszélyeztető ok miatt munkaidőn kívül is biztosítja az alapítványnak a járási főállatorvosok elérhetőségét. Az állatvédelem az bizony nagyon sok mindennel függ össze, és ahogyan ez el is hangzott, és tulajdonképpen még adatok is igazolják, a családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás és az állatkínzás, az bizony egytől fakad. Tehát akkor, amikor állatvédelemről beszélünk, ez önmagában fontos dolog, de nem öncél az, hogy az állatok védelmével foglalkozzunk, hanem ez az emberek és az állatok együttélésének, harmonikus kapcsolatának és az együttélésének egy nagyon fontos láncszeme. A szerdai egyeztetés során arról is megállapodtak, hogy az esetleges ügyeknél a hatósági szervek és az egyesületek képviselői közösen együttműködve lépnek fel az eseteknél. Létrehozunk egy gyors információs rendszert, ami azt jelenti, hogy azonnal tudunk értesülni a bejelentésekről, és megfelelő erővel tudunk rá intézkedni, és a hatósági eljárásokban az állatvédelemmel foglalkozó szervezeteket ügyfélként fogjuk bevonni, ez magasabb jogosítványokat ad. Felmerült az igény az alapítvány részéről itt az értekezlet keretében, hogy jó lenne, ha térségenként lenne egy valami állatvédelmi referens. Most hirtelen a szünetben most konzultáltam a kollégáimmal. Mi annyit tudunk ennek érdekében tenni, és ezt kiegészítésként vállaljuk a megállapodásban, hogy minden járásunkban, a 9 járásból 4 járásban van állategészségügyi hatóság, osztály, de a többi 5 járásban a hatósági osztályokon jövő hónaptól ki fogok jelölni egy állatvédelmi felelőst is. Az eseményen részt vett Ovádi Péter, miniszteri biztos is, aki a napokban országjárás keretében gyűjti az állatvédelemmel, alapítványokkal kapcsolatos tapasztalatokat. Itt is olyan egyetértési pontokat kerestünk, amivel az állatvédelmet javítani tudjuk, és ilyen egyetértési pont az ivartanítási programnak az országos olyan elindítása, ahol a civil szervezeteket, önkormányzatokat tudjuk abba segíteni, hogy minél több ivartanított négylábunk legyen. Nagyon fontos az, hogy ahogy képviselő úr is mondta, az, hogy a szaporítók ellen minden eszközzel fel kell lépnünk, hiszen elmondtuk azt, hogy ez egy illegális tevékenység, az állatkínzást is kimeríti egyébként, és azt gondolom, hogy minden törvényes eszközzel fel kell lépnünk ellenük. Itt is a kerekasztal megbeszélés során sok olyan dolgot már tapasztalhattunk, amivel szerintem előre fog jutni ez a témakör is. A felek továbbá prevenciós programokban is megállapodtak. Ennek érdekében évente konferenciát szerveznek, melynek keretében értékelik az állatvédelem aktuális helyzetét, a célok megvalósulását és egyeztetik a következő időszak teendőit.